Nagy aranykomaú. Dá. Bizony. Aranykomabor. Oly finom, nagyon jó kis főhérbor. Meg még maradt egyébként tegnap estérű még ennyi, dá. Nagyba. Ja, meg hát röggel már, mert most reggel iszogattam egyébként ennyikét, de még én mindig így egy kicsit ilyen cseremegős a járása. De ez cseremegős a járás. Az emberi idiótaságról, de ezt idiótaságról akarok egyébként beszélni pár mondatot. Remélhetőleg egyébként, hogy ezt a fölvételt még vagy reggelibe, vagy délután föltölti nagyba az unoka, ecsém unoka. Úgy viszont. Na, terve. Tegnap este még bedörzsültem majdnem 2 litert. De. Meg hát reggel ugyebár a cimborát, tehát az 4 liter. Napi 4 liter bor. Nem sok. Ja, meg hát azért egy kocsmában voltam. Nagyba 2 fölest ittam, de. Meg egy nagy fröccsöt. És nyitom örökbest a következő csadagot. Következő csadag. Nagyba a folyékony barátnő. Folyékony testvér, minden, folyékony mindenség, lesz itt folyékony mindenség, folyékony boldogság. Na, az tehát az emberi idiótaságról. Na, az rája úgy zöv. Meg utána főznöm kell a kávét, stb. Dával. Tehát az ember, tegnap, nagy baj! Nagyba tegnap, nezre vagy bizony. Fenékig, de. Tegnap pár órás munkám volt. Na, írta, hogy egy pár órás ilyen segít, tehát egy pár órás segítségre volt szükség az egyik szomszédnál. Vagy szomszédnak segítettem, jobban mondva, egy bizonyos fajta hölgyem. Egy kis pakolás volt, egy kis fizikai munkadá. Nagyba. Éppen ebédidő vala. Rosszabbnek a valaga. Volt ott még 2 szakember, de szakembernek nevezett valaki, minden. Sajcs, lényeg egyébként, basszátok meg! Basszátok meg, hogy átmentek, bazd meg, éppen majdnem szembe, tehát mondjuk mit tudom én, így most én beszélek, és ottan lenne, nem akarom egyébként reklámozni, én régebben, én nem is hallottam egyébként ilyen, tehát hogy az mit jelent, vagy egyáltalán, hogy most hallottam egyébként először, nem akarom reklámozni, vagy lehúzni, vagy bármi, de valami csebak ház, vagy csebab, tehát bab. Előtte nem hallottam egyébként ilyet, megmondom őszintén, nem is érdekül. És a lényeg, de átrohantak, hogy ebédülnek, bazd meg. De akkor már, egy, nem az, hogy komoly sor, de azért láttam egyébként, hogy mit tudom, hogy volt ott valami csozmetikus, meg fodrászüzlet. Nagyban szépen onnét, csodrászatból is, az ott dolgozó lányok, jányok, úgy bizonytál, mentek át nagybadájvár. Szépen mentek át, és a 2 férfi ember, 2 szakember, nagybab, vedd be az meg krumplinak nevezett valamit, hozzá saláta, valami krumpli, meg valami rántott húsféleséget, vagy nem tudom mit. A tenyerembe ugye elfért volna, pedig nem nagy tenyerem van. De súlyos pofonokat tudok egyébként vele osztogatni, bizony. De, ez csak a vicc része, de. És az egésznek a lényege, hogy megkérdeztem tőle az egyikül, hogy Imrének hitek, mondom neki, hogy de mondom, mennyibe került, mondom, ez a ő királyi lakoma.
nak nevezett valami, hát nem akartam elvenni a kedvét, azt mondta, de 1300 forint. Néztem, bazd meg. Néztem, mind a Rózi a moziba, bazd meg, de. És mondtam neki, hogy mondom, nem sajnálod? Azt mondta, miért sajnálnám? Mondtam egyébként néki, hogy tessék, lenyúltam, nem tudom, hogy tudja egyébként mindenki, hogy mi ez. Gyökeres tűt téptem ki. Ezt úgy hívják egyébként, basszátok meg, de, hogy pitypang. Ez is pitypang, ugye? Tehát ez pitypang. Az út szélén, járdák mellett, árokpartokon, de, mindenhol megtalálható, de. Mondta egyébként neki, itt van a saláta, tessék. Itt a saláta. Ingenben van a saláta, mondom. Tessék, csak nézem, mert fogy az idő meg a... Becsület, mondom, tessék, mondom, ingyenben van, mondom, a saláta, de... Á. Egy forint... Tudod, mondom, nem kellett elni. Rengeteg van. És valamelyiként elmegy a nép mellette. Közben pedig len egyébként tiszta vitaminforrás. Tessék egyébként utána nézni, hogy a pitypang. De. Gyökeres tud. Másik. 1300 forintokor akkor veszek a piacon egy ekkora szalonnát, ami látott mondjuk disznót. Akarok is egyébként disznóját, de ezért... Disznóját nagyban majd idehaza. Szomszédokkal beszéltem róla, mert azt mondták, hogy nyáron majd büdös lesz. Mondtam nekik, hogy mondom a lakóházak, mondom, kim van, mondom, majdnem mondom a kert elején. Igen, ott van a kert elején a disznól. Ott megmondom benne, az hun fogják érezni majd a ganész szagot, vagy a trágyát, vagy meg. Trágya ebédre, úgy bizonyán. Tehát, a csülények, számoljunk egy kicsit utána. 1300 forintot bazd meg egyébként elköltött, ebédnek nem nevezhető valamire bazd meg, de... Egy óra múlva olyan éhes lesz, mint a farkas, amelyik egy hétig nem evett, bazd meg. Egy óra múlva, ezzel nem lehet bazd meg jól lakni, ez nem krumpli, hanem porbú készült valami. Sose látott egyikét krumpli, de. Egy, kettő. 1300 forintból bull, das is bull. Két csülakon, két flakon bor kigyűn. 4 liter bor kigyűn 1300 forintból. Bartosista kalkuláció, Bartosista számítási dolgok. Számítási dolgok. Három. Elszaradt a párom. Kiszámultam. Elég nehézkesen bele is izzadtam. 1300 forintból 13 darab 100 forintos macska kaját tud megvenni, ami látott húst, vágúgó hidi dolgokból készült, amit ugye már nem adnak el az üzletekbe. Tehát gyakorlatilag huntartunk. Vagy veszek akkor 500 forintért mondjuk, veszek üzét mondjuk macska kaját 5-öt, megeszem azt az 5-öt, vagy egyek meg 3-at, már jól lakok, mert az látott húst. Mert hiába mondják, hogy vágóhidi hulladék, hát én dolgoztam egyébként vágóhidon, de tehát tudom, hogy miből készült. Tehát az egésznek a lényege, hogy hülyeség szerintem egyébként 1300 forintot otthagyni egy bizonyos fajta helyen, kapitalista helyen, nem tudom. Inkább akkor helyette saláta itt van, veszek egy szalonnát, vagy mit tudom én, és tehát kikalkuláltam. Hülyeség, emberi idiótaság, konyec.